Februárban határoztak arról, hogy 60 millió forintra emelik a sportkeretet, a civil szervezeteknél 6 millió forintot állapítottak meg. Pályázatok beérkeztek határidőben is, ugye ennek mentén megnyílt annak a lehetősége, hogy meghozzuk a döntésünket. Nyilván a testület itt jelen esetben azt gondolom, hogy bölcsen mindig azt az utat követi, hogy a civil tanács és a sporttanács által javasolt összegeket jóvá hagyjuk. Nem mondom, hogy ellen a napirendi pontnál nem volt egy kis vita, de azt gondolom, hogy az élet ilyen, hiszen a dolgainkról kell, hogy beszéljünk. Kiemelt civil szervezeteink is megtartották beszámolóikat, nyilván ez is nagyon fontos, hiszen azt gondolom, hogy 23 évben aktív civil élet zajlott, és remélem, hogy 24-ben is tovább fog folytani, és fog zajlani Dombaváron. Fedezetet biztosított az önkormányzat egy mobil emlőszűrő állomás kihelyezésére, amely egy bevásárlóközpontnak a parkolójában fog majd 10 napon keresztül a dombavári hölgyek rendelkezésére állni. Én azt gondolom, egy olyan hiánypótlására kerül újból, amiben 2022-ben már éltünk, tavaly nem volt időszerű. Ebben az évben remélem, hogy ez a 10 nap kellőképpen szolgálja az itt élő hölgyeknek az egészségének megőrzését, illetve mindenféleképpen a szűrővizsgálatra nagyon nagy szükség van. Kijelölték annak a játszótérnek a helyszínét, amelynek kiépítéséről a költségvetési tervezet elfogadásakor döntöttek. Szeretnénk egy viszonylag nagyobb játszóteret kialakítani, szeretnénk a kutyafuttatót átfordítani, és nyilván ez egy olyan találkozási pont lehetne, ahol a fiatalok, idősek, kutyabarátok, családosok, családnélküliek találkozhatnának, hiszen ott ez a tér erre lehetőséget biztosít. Mellette ott van a művelődési ház, amelynek a szociális blokja igénybe vehető, 2 darab kiváló vendéglátó is működik ott a téren. Tehát azt gondolom, hogy akár azt is mondhatnánk, hogy egy találkozóteret szeretnénk építeni Dombavár belvárosában. A művelődési ház, valamint a belvárosi iskola közötti területen alakítják majd ki az új játszóteret.